Szereti Isten a nagyot, szereti a kicsit is, akkor is, ha eső esik, vagy ha kék az ég. Kedves gyerekek, sok szeretettel köszöntelek benneteket. Most egy emberről és egy asszonyról fogok beszélni. Nem mondom meg a nevét, majd megtudjátok. Örülök, hogyha mi most az igével foglalkozhatunk, de legfőképpen, hogyha hagyjuk, hogy Isten munkálkodjon a szívünkben, hogy megváltoztassa jó irányba a gondolatainkat, és hogy megerősítsen bennünket a hitben és a szeretetben. A Bibliából hoztam egy igét, hogy Isten, miután mindent olyan csodálatosan megteremtett, hogy végül az embert is megteremtette. Először is Isten egy férfit teremtett. Lehetséges, hogy ez egy kisfiú volt, szép, aranyos, bájos, tudott mosolyogni. Isten formált egy ember alakot, és formált neki hajat, homlokot, szemöldököt, szemet, az órát elkészítette, és ezt mind a földből formálta. Istennek a csodálatos nagy keze formálta az embert, állat, nyakat, vállat, két kart, lábat adott Isten az embernek, és teljesen élettelen volt. Nem volt benne semmiféle élet ebbe a földből formált szobor alakú emberben, de amikor Isten belelehelte a lelkét ebbe a földből formált emberbe, akkor az megelevenedett. Mozogni kezdett a szeme, nyitogatni kezdte a száját, felemelte a jobb kezét, felemelte a bal kezét, megigazította magát, az arcát megsimította, hogy milyen csodálatos lehetett ez, hogy az ember, akit Isten a földből teremtett, hogy életre kelt, hogy lát, hogy van hangja, van neki kis foga, amivel meg tudja rágni az ennivalót, és hogy csupa mosoly, nagyon vidám ez az ember, akit Isten teremtett a föld porából, és ezt a nevet adta neki, Ádám. Ez a neved, te porból formált lény, Ádám, te földből való lény, Ádám. És ez egy csodálatos pillanat volt. Mi szoktunk ugye homokból alakokat formálni, de hát azok nem élednek meg. De Isten a földből teremtette az embert. Először is a fiú született. És amikor hát talpra állt az ember, akkor csodálkozott. Milyen szép itt minden, ezek a levelek, színek, gyümölcsök a fán, meg minden. Nagyon-nagyon szépek is. És jó illata van ezeknek a virágoknak. Jó itt ebben a kertben lenni. És azon kívül, hogy a madarak is ott csicseregtek. Hó! Mennyire szépen tudtak énekelni a madarak. Ádámot elbűvölték a madarak a csicsergésükkel. Lekucorodott, és nézett fölfelé a fákra, látta, hogy itt is, ott is a madarak jelzést adnak,
üdvözölték Ádámot a madarak, üdvözölték, és ezt megérezte, értette a madaraknak a nyelvét. Különös ez. Aztán hát ott körülnézett Ádám, és hát látta, hogy milyen fák vannak. Itt volt egy nagy körtefa, ott egy nagy almafa, amott egy narancsfa, másott egy banánbokor, és sorolhatnánk ti is, nem tudom, melyik gyümölcsöt szeretitek, a cseresznyét, a medgyet, a körtét, vagy nem tudom melyiket. Na szóval, hát ott volt minden ráragyogott Ádámra, a narancs is kacsingatott, hogy egyél meg, milyen jól fogod magad érezni. És evett finom narancsot, de boldog volt Ádám, nagyon jó íze volt ennek a narancsnak. És tudjátok, hogy nem csak Ádámnak volt neve, hanem a kertnek is. Hogy is hívták ezt a kertet? Hallottátok már? Az a hely, ahol bőség volt, ahol minden volt bőven. Ezt a helyet Éden kertnek nevezték. És hogy a mai napig fennmaradt ránk ez a név, hogy Éden. Ha valami jóra gondolunk, vagy valami gazdagságot képzelünk el magunk elé, akkor az Éden jut eszünkbe, hogy Éden kert. Ott minden tiszta volt, zavar volt, ott nem volt korom, semmi nem volt, benzingőz, semmi, nagyon tiszta volt a levegő. És hát Ádám ott volt, ott járt, kelt, ebben a csodálatos kertben. És tudjátok, az Éden kertben Isten is valami módon megjelent. Ádám nem látta az Isten alakját, formáját, de hallotta a hangját, hallotta Isten leheletét, és hogy ott van, és hogy ő beszélt Istennel, aki őt teremtette, és Isten is még megsimogatta Ádámot. Ó, ezt formáltam, ilyen szépre sikerült, milyen csodálatos is ez. Van szíve, van lelke, csodálatos, amit Isten teremtett. És nekünk is teremtett szívet, nem egy nagy darab követ tett oda Isten, hanem egy más érző szívet adott nekünk. És milyen jó, hogyha a szívünk tele van szeretettel, a szívünk tele van hittel, hogyha szeretjük Istent, és szeretünk vele beszélgetni. Ádám boldog volt nagyon, válogathatott a gyümölcsök között, egyik nap ezt tette, a másik nap azt. Ma reggel mit reggelizek, kérdezte magától, a varjútól, ami ott kezdett károgni, nem olyan szép hangja volt, hát integetett neki a szárnyával a varjú, és megértette, hogy ott vannak a fákon túl nagy-nagy görögdinnyék. Hú, azt valahogy jó volna jó lakni görögdinnyével. Meg aztán van ottan szilva is, meg dió is, meg minden. Van itt egy kő, avval meg tudom törni a diót. Meg hát olyan erős a kezem, hogy meg tudom törni. Itt van minden. Minden jó, ami csak kell. Hát,
Hát aztán, ahogy az ember ott sétált az Éden kertben, meglátta, hogy a kert közepén van egy fa, egy különleges fa, ezt így nevezték, hogy a jó és a gonosz tudásának a fája. Ez egy különös fa volt. Isten azt mondta Ádámnak, fiam, Ádám, ehetsz a szilvafáról, a körtefáról, a narancsfáról, a banánbokorról, mindenről ehetsz, de itt középen van egy fa. Erről ne egyél. Ne egyél. Bármelyik fáról ehetsz, de erről ne egyél, mert ha erről eszel, meg fogsz halni. Meg fogsz halni, ha erről eszel. És Ádám szót fogadott. Nézegette néha azt a fát, de hát jó lakott szilvával, körtével, pirosalmával, és nem érdekelte őt ott a kert közepén az a fa, ami olyan különös volt. Hát aztán így ennek a tudatában járkált Ádám, hogy minden jó, de van ott valami, amihez nem szabad nyúlni. Nem szabad nyúlni, mert akkor ebből nagyon nagy baj lesz. Mi is tudjuk, hogy vannak olyan dolgok, amihez nem szabad nyúlni, a bűnökhöz. Nem szabad lopásra kinyújtani a kezünket. Nem szabad kinyújtani a kezünket a verekedésre. Nem szabad kinyitni a szánkat az ordítozásra. Mert ha az ember a rosszat választja, akkor rossz lesz az élete. A következő nap aztán Isten új programot adott Ádámnak. Azt mondta neki, Isten, hogy ma nagyon örömteli napod lesz, Ádám. Isten odahívta az állatokat, amiket teremtett, és kérte Ádámot arra, hogy fiam, Ádám, adj nevet ezeknek az állatoknak. Adj nevet ennek és annak is. Sorra ott felsorakoztak, rengeteg állat köré gyűlt, és mindegyiknek nevet adott. Ott állt egy nagy darab állat, azt mondta neki, te tehén vagy, te tehén. Aztán ott volt egy nagy medve, te margó, te medve vagy. Vagy ott csúszkált egy olyan valami, mint egy bot, de mégis mozgott, csúszkált. Te kígyó vagy! És aztán ott ugrabundrándozott egy kisebb állat. Te nyuszi vagy! Nagy tapsi füled van, szép nagy füled van, te nyuszi vagy. Megsimogatta az állatokat, és a szamár odahajtotta a nagy buta fejét Ádám vállára, és néhány iázást adott ki magából, és boldog volt Ádám is, és az állatok is. Ahogy teltek, múltak a napok, a hetek, miután ugye Ádám életre kelt, a földből való ember, mert ugye Ádám ezt jelenti, hogy földből való ember. Ádám nézett föl az égre, csodálta, nézett jobbra, nézett balra, megfordult, és valami hiányérzete volt. Hiányzott neki a másik ember, a társ, mert hát ugye, hát szépek voltak az állatok, de azok nem voltak társai, azoknak más életük volt, az állatok másképpen éltek, mint az emberek. Isten észrevette, hogy
Ádámnak hiányérzete van. És azt mondta neki, hogy tudom, Ádám, hogy neked valaki hiányzik, és majd szerzek hozzád illő társat. És azt mondta Ádámnak, feküdj csak le, fiam, ide a fűre, csukd be szépen a szemedet, tedd magad mellé a kezedet, és aludjál, aludjál szépen. És hát Isten, még Ádám aludt, valami csodálatos dolgot tett, amikor elmúlt az álom, magához tért Ádám, felült, és látta, hogy egy lány fekszik mellette. Nagyon szép volt, és ennek a lánynak ez volt a neve, hogy Éva. Egy gyönyörű, szép lány volt mellette. Isten teremtette mellé a társat. Isten ajándékozott neki embertársat, Évát. Éva ugye lány volt, Ádám pedig fiú volt, és nagyon jól érezték magukat együtt. Éva az megtanult főzni, Ádám pedig sok mindenbe segített, a gallyakat összeszedte, és így tovább, és hogy lett az embernek egy másik társa, és hogy az ember ilyen, hogy szüksége van egy másik emberre. Vannak ugye, gyerekkorban vannak, már kezdődik, hogy van barátunk, akivel jól érezzük magunkat, bizalmas dolgainkat is elmondjuk neki, és együtt nevetünk, együtt játszunk, majd amikor felnövünk, tinédzserek leszünk, akkor majd a hangunk is nagy lesz, a lányok is tetszeni fognak, és aztán végül megkapjuk a társat, és a nagyfiúból apa lesz, a lányból pedig anya. És hát most itt megállok, majd a következő alkalommal folytatom, hogy aztán hogy is élt Ádám és Éva együtt.